Üdv mindenki, aki újra ezt után. Már régen nem tartottam vicceket, most újra tartok. Na ezután már nem fogok egyfajta témát felhozni. Egy kacsameség. Hogy hívják a világ leggazdagabb kacsáját? Dagobert McCheep! Mert pont olyan két is van. Hogy hívnánk Tapsi Hapsit, ha tapsairól lenne híres? Tapsi! Két tolvaj elrejtőzik egy bokorban a rendőrség elől. De a tolvajok kénytelenek lesznek kijönni a bokorból, és így a rendőrség elkapja. Miért? Mert én még egy szubözében bújtak el. Mit kell adni egy kisgyerek kezébe, hogyha egy fát akar lefűrészelni? Gyermekláncfűrészt. Hogy hívják a kacagó kínait? Neveti. Egy idegen behoz egy macskát egy templomba. A pap megmondja, hogy a macskának tilos bejönni a templomba. De az idegen tiltakozik. A macskának joga van bejönnie. A pap megkérdezi miért? Mert a macskám katolikus. Aki nem érteni, a katolikus angolul Catholic. Képzeljétek, a munka a tomateremben sikerült egy 3 méter magas ugrás tettem egy a magas ugrásban. Ez tényleg idegen megkérdezi, hogy ez milyen sikerült erre a válasz. Felugrani dibink egyszerű volt. De elérni a 100 méter magas plafon ugrással volt nehéz. Hogy hívják azokat az anyákat, akik meg akarnak interjúvolni egy celebet? Mamaradzi. De tudok még egyet. Hogy hívják azokat a dadosokat, akik meg akarnak interjúvolni egy celebet? Dadaradzi. Oké, most lehet inkább egy hókusz... Nem. Hubikéktől még egy viccre. Hókuszpók elbújik egy bokorban, hogy elkapja a törpöket. A törpök már közelítenek a bokorhoz, de hókuszpók hirtelen, de túl hamar bújik elő. És a törpök így simán elrohannak. Miért? Mert hókuszpók egy szömörcében bújt el. És azért bukott elő, mert allergiás a szömörcésen. Mi a desszertáció? A cukrászok vizsga dolgozata. Mi az abszolút értelmetlenség? Megkérdezi egy aludtejtő, hogy miről álmodott. Hogyan válik öngyilkossá egy koreai kém? Bevesz egy Kim méreget. Kim, mint Kim Jong-un. Pisti, mondj egy tagadó mondatot. Pisti mondja, Kálmán ellopott tőlem egy 20 eurót. A tanár remek kérdezi Pistitől, hogy ez miért lenne tagadó mondat. Mert ez Kálmán letagadta. Miért illó ki egy japán nyelve? Mert a japán nyelv extrém nehéz. Egy paraszt,
akinek nincs egy radiátorra, ahhoz, hogy befűtsön. Egy idegen megkérdezi tőle, akkor hogyan fűt télen? A parasz válasza. Eltüzeli a családfáját. Családfáját? Apa, ötletre van szükségem. Apa válasza pedig. Akkor utazz el Lettországba, és keres 5 embert. Vagy, hogy is mondjuk azt. Igen. Egy kocsis, aki jogosítvány nélkül vezet. A rendőr elkapja, és követi jogosítványát. A kocsis nem tudott bemutatni jogosítványt, ezért megkéri a rendőr, hogy jöjjön el a kapitányságra. A jogosítvány nélküli fickó és jött a kapitányságig. Végül aztán mindenfét megvilágítanak, miközben ki akarják hallgatni a kocsist. A kocsis felteszi a kérdést. Várjuk, ez itt a Big Brother? A rendőr válasza, nem, ez itt a való világ. Egy morckás viccel folytassuk. Az apja kéri, hogy vegye fel a sportcipőt. Morcka megkérdezi, miért? Azért, hogy átfussuk a tananyagokat. Mi? Egy kaligulás vicc. Miért ül ki a kincstárra Kaligula a római császárnak? Azért, mert Kaligula tékozló fiú volt. Mindjárt mondom, mindjárt mondom. Koko? Ki az? Miki. Milyen Miki? Miki Egér. Jó, ennyi volt mára. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot, és legközelebb majd meglátjuk, mikor folytassuk. Jó, ennyi volt. Szevasztok.